Sziasztok, kedves nézők! Készítsük el együtt ezt a fantasztikus ebédötletet. Zöldséges paradicsomos bulgur, jó kis szaftosan, feta sajttal, nagyon-nagyon finom lesz, úgyhogy tartsatok velem. Nagyon egyszerű dolgunk lesz, egy kis olívaolajon a befűszerezett csirke mellett el is kezdem pirítani. A zöldségeket felaprítom. Én most brokkolit, koktélparadicsomot, répát, lilahagymát és piros kápia paprikát fogok használni. Roppanósra szeretném belepirítani, nem szeretném itt teljesen szétfőzni, de természetesen bármelyik kedvenc zöldségeteket használhatjátok. Én most még ezt az olasz paradicsom szószt fogom majd még hozzáadni. Ahogy elkezdett kifehéredni a csirke mellünk, hozzáadtam egy kis margarint vagy vajat is hozzáadhattok. Hozzáadom először is a brokkolit, paprikát, lilahagymát, répát, és az egészet jól össze fogom pirítani. Mutatom is nektek. Fűszerezem egy kis vegetával, chili paprikával, egy kis majorannát adok hozzá, egy kis borsot, majd még egy pici olívaolajat adok hozzá, hogy jó szaftos legyen, és jöhet hozzá paradicsom szószunk is, mutatom is. Összeforgatom, és az előre elkészített bulgurt hozzákeverem. Mennyei finom lesz, úgyhogy bátran ajánlom, hogy próbáljátok ki, hogy miből mennyit használtam, azt pontosan a leírásban fogjátok megtalálni. Végül hozzáadom a koktélparadicsomot is, egy pár perc alatt összepirítom az egészet, és már tálalhatjuk is. A tetejére egy kis feta sajt fog kerülni, természetesen bármilyen sajtot használhattok. Úgyhogy nagyon jó étvágyat kívánok nektek hozzá, ha elkészítitek. Szerintem ez egy nagyon egyszerű és gyors kis ebédötlet. Ha tetszett a recept, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és tartsatok velem legközelebb is. További szép napot nektek, sziasztok, puszi mindenkinek!